Tehát akkor, mikor nekem az én közvetítésem volt, ez volt egy keddi napon, és tehát tényleg számomra olyan lehetetlennek tűnt az egész, hogy én akkor fel se fogtam egyébként, hogy mind megyek keresztül. Aztán tudatosult bennem, miután vége volt a közvetítésnek, hogy hát igen, létezik ilyen, ha mondhatom így. Nem, én teljes Nem. mértékben bíztam Aha, és hittem jó. az egész dologba. Mai napig egyébként most Persze, teljes. csak most is úgy, ugye úgy fejtetted ki, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztad meg az előbb, és arról ugrott be, hogy írták kommentbe, hogy esetleg hitetlen voltál. Nem, hittem az egészbe, csak konkrétan ilyen szinten nem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Értelek, igen. Tehát, hogy jöttek ezek a Igazából hiszen. megdöbbentett, igen, gondolom, tehát egy ilyen, igen. Én nem is azt mondom, hogy nem hittem, hanem inkább volt bennem egy ilyen félelem egyébként. Vagy attól tartottam, hogy mi az, amiről esetleg én nem vettem tudomást, és alátámasztják bizonyosan. Valahogy inkább így mondanám, nem is az, hogy nem hittem, mert ha nem hittem volna, akkor nyilván nem regisztráltam volna, nem kezdtem volna bele az egészbe. Hát az valami felemelő érzés volt. Az nagyon. Mondjuk az alatt egyébként nem tudom, hogy mennyi idő volt az elejétől a végéig, még ez a szívdobogás, jött a közvetítés, hogy én az alatt végig remegtem a kezem, a lábam, de úgy nem voltam ideges, vagy nem volt bennem félelem, csak egy ilyen reakció, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam. Hát a közvetítés, az pedig édesanyám megérkezett közben, azt mondja, Sziasztok! megjöttem. Sziasztok, hello! És ugye a történetem 90%-a az ugye édesanyámról szólt. Neki az esküvője, hozzátartozók, a nevek, akik legtöbb része ugye már elhunyt. Aztán egy nagyon-nagyon pici részbe feljött nekem a gyerekkori barátom, aki úgy szintén már elhunyt 5 éve. Úgyhogy igazából voltak olyan dolgok is, amik nem történtek meg velem a múltba, sem a jelenemben nincs, úgyhogy valószínűleg, hogy a jövőmbe fog az életem része lenni. De igazság szerint kellett egy kis idő, mire összetudtam kapcsolni az édesanyám történetét az enyémmel, és úgy egyre jobban kezdek rájönni, hogy miért az övével kezdett az egész történet, és ugye ide hozzá csatlakozott ugye a aznap esti live-ba történtek is. A Igen, nevelés. figyelj csak Kinga, azt Igen. azért mondd már el itt, mert itt vannak azért közel 70-en, hogy Igen. ott, amikor ugye az úrnővel ugye élőbe beszélgettél ugye telefonon, és Igen. a közvetítés volt, hogy azért ugye anyukáddal kapcsolatban is rengeteg név, meg hogy mi hangzott, hát nem a ne a neveket mondja, csak hogy mivel támasztotta neked alá. Hát igen, ezekkel a nevekkel, és ugye, ahogy anyával ugye végigvettük az egész történetet, ugye hát volt, vagy szerintem háromszor is végigolvastuk, és akkor mindig, mikor oda jutottunk a nevekhez, akkor ugrott be neki, hogy Úristen, ez a személy, ez mamának a testvére, ez már az apósomnak a hozzátartozója, akik ugyancsak nem élnek már. És azért olyankor elgondolkozik az ember, hogy Úristen. De először, mikor Kinga olvasta a neveket, mondom, Kinga, hát hol? Hát nincs is ilyen, hát nincs, sehol nincs. Azt mondja, anya, gondolkozzál már. Na, akkor kezdte előről megint. Jaj, mondom, Kinga, igen, de azt mondja, nézed a rokonságot, a apukád, a papa félét, a mama. Na, Igen. mondom, Kinga, ez ide való, ez oda való. Ez se él, az se él, ez itt élt, úgyhogy minden klapolt, minden név. Szóval. Minden. És ugye hozzátársult ugye a munkakör is, azokból is rájöttünk, és akkor, ha esetleg a név nem jut
jutott mindjárt eszébe, akkor megnéztük azt a munkakört, és utána tudta hozzá kapcsolni azt a személyt. Volt olyan, hogy vezetéknév. Vezetéknév is volt, igen. Olvassa nekem a Kinga, mondom, én ezt tudom, hogy ki. Ki az anya? Hát mondom, az a bácsi, akihez jártam, akit ápoltam, meg ebédet vittem. Ó, azt mondja, hát annak, mondom, annak a vezetékneve. Igen. Igen. Akire nem is gondoltunk volna egyébként, meg ugye nem családtag, meg semmi, csak hát jöttek olyan vezetéknevek is egyébként, hogy utána az is mindjárt beugrott neki, hogy ez a bácsi az volt. Sőt, még arra én is emlékszek egyébként, mert akkor még nagyon kicsik voltunk, és mi is volt, hogy elmentünk, megnéztük. Úgyhogy nagyon, tehát hihetetlennek tűnik egyébként, de ez a múlt. Ez a múlt, és így a van. És ez ugye mind anyához kapcsolódik, ugye nem hozzám. És akkor mondd már el, Kinga édesanyja, Vica, hogy milyen érzés van, hogy egy vadidegen ember közvetít a lányodnak, és a történet az mind te vagy, hogy én a történetedet úgy közvetítettem le, hogy mi soha nem ismertük egymást. Igen, én mondtam a Kingának, mondom, Kinga, ez valahol, én ezt mondtam Kingának utána, mondom, ez valahol rólad kellett volna, hogy szóljon, de mondom, itt te hol vagy benne? Így kérdeztem, nem mondom, most én egy hitetlen gyaur kutyának tűnök a Kinga szemébe, hogy mit gondol rólam. Azt mondja, anya, ezen végig megyünk, leülsz, gondolkozol, és majd valami bejön biztos. Hát bejött minden, ugye? Én úgy valahogy csodálkoztam, mert valahogy én máshogy képzeltem el az egyet. Már tudod, hogy miért rólad beszéltem? Tudom, igen. Meg is értettem én is. Oké. Okay. Hát ugye, hogy mondjam, először furcsa volt az egész. Mivel még az ember, hát nem voltunk még ilyen de helyzetben. Szerintem anya azt gondolta, hogy ugye rólam a kiskoromról fogsz beszélni, igen, vagy olyan dolgokról, amik történtek velem, és azáltal jöttek olyan dolgok, ami miatt nem tudok egyenesbe jönni az életembe, vagy nem tudom akkor, mit gondolhatott egyébként. Hát én azt gondoltam, igen. Rólad, de mondom, Kinga, hogy végigmentünk a neveken, meg minden, ami meg volt említve, hát mondom, itt kezdődik az esküvőmmel. Igen, senkinek a családba. Igen. Hárman vagyunk, tudni kell, mi testvérek, én vagyok a legidősebb, három lány. Volt eskü, mind a kettőnek, nézd már, elmegyek. Bocsánat. De ez a sátoros lagzi, ez a régi, hagyományos lagzi nem volt senkinek, csak nekem. Igen. És ez is ki lett mondva úgy, hogy igen, kinek volt sátoros lagzi. Igen. Igen. És akkor anya rám nézett, azt mondja, úristen, ez én vagyok. Igen. Hát ugye a lányok még nem mentek férhez, ő nekik még nem volt, hát más lagzit nem tudok, hát meg ugye anyukámnak volt annak idején, de hát az nem ő. Meg anyuk, vagy mamám még ugye él? Igen. Úgyhogy, de az anyu tényleg minden anyáról szólt. De nagyon jó, hát mondom meg Kingának az este, Kinga, nincs adás. Azt mondja, anya, nincs, most biztos, hogy nincs. És a lélekkommunikáció, mert ugye ott már átmentünk holt lélekkel kapcsoló, az milyen érzés volt? Hogy mondjam, felkavaró hirtelen, de utána olyan nyugalom telített el bennünket, hogy szóval megnyugodtunk abba, hogy adtunk neki enni, hogy éhes, hogy ne éhezzen. Akkor Kinga elment vásárolni. Tegnap előtt, mindegy. Tegnap. Jön haza, azt mondja, anya, gyere már, nézd meg. Ugye a táskából pakol kifele. Mondom, Kinga, csak nem vettem anya körmöt, hogy ne éhezzen. Megcsinálom, azt mondja, a körmöt. Írtam is, igen, úrnő, neked, hogy megvettem a körmöt a pörkölthöz. Úgyhogy... Akkor már marátott húst csináltam. Igen. Ugye, mert... Kinga átment ilyen tisztítókúrás valamiben, hogy nem tudom, miben, mindegy. Úgyhogy nem ehet csak gluténmentes dolgokat, na vettem neki, ami hozzá, na rántott hús. Na hát Kingának csináltam külön a rántott húst, nekünk ugye a hagyományosat. Hát ette kicsit furcsább, másabb íze van, és akkor mondom neki, hogy összerakom a kettőt, mert látványosan egészen más, ugye, meg lehet különböztetni. Anya, ne tedd el!
Mondom, mert ne tedd el, le se takard, hagyd itt. Hát mondom, Kinga, mit akarsz most ezzel mondani? Anya, hát ha éhes még valaki. Úristen, mondom. Azóta minden egyes falatnál eszembe jut, egyébként. Hát, mert nagyon szerette rántott húst. Hát, igen. Nem takartam, lemondom, hogy ha éhes, akkor hagyj legyen. Ha igen. Esetleg itt van. Igen. De. És rám is egyébként ugyanez vonatkozik, miután befejeződött a live, hogy olyan nyugodtság jött ránk, igen. De tényleg se egy gyomorideg. Igen, megkönnyebbülés. Igen. Tehát akkor abban a pillanatban ugye nem fogtuk föl, hogy mi történik, vagy úristen, lehet az, hogy tényleg itt van, és akkor beszélhetünk hozzá, vagy hall minket. Tehát az olyan lehetetlennek tűnt számunkra, hogy ennyi év után az rendben van, hogy ugye nem látjuk, de hogy tudtunk hozzá beszélni, és hallott minket, ő meg ugyanúgy válaszolt, és mondta a dolgokat. Tehát ez valami... Az úr nálam, hogy rengeteg terhet cipelek a hátamon, és kérdezte, hogy fáj a hátam, mondom, nagyon fáj a hátam, hát annyira, hogy majd beszakad. Na most, hogy beszélgettünk itt a napokban, én nekem a hátfájásom nagyja részt, úgymond 90%-ban megszűnt. A live óta? A live igen. Után, igen, nekem előtte úgy fájt a hátam mindig. Mondtam a gyerekeknek, mondom, csak kettő. De ez a hátfájás megszűnése is, meg nekem a migrénem, mikor bejöttem hozzátok, és akkor beléptem, elkezdtetek beszélgetni velem, vagy valaki, vagy csak ti egymással, és olyan szinten egyik percről a másikra megszűnt a migrénem, hogy az valami brutális volt. De most itt a légkör körülöttünk, mert itt ülünk hárman, Szabina is bejött, a Kingának az ikertesúlya. Én nekem olyan érzésem van, hogy mint hogyha nem is ezen a világon lennénk, hogy én nem tudom, olyan lebegő, olyan könnyű minden. Évi, mondd ki, hogy szeret anya nagyon, és azonosulsz. Igen. Ki? Hát, hogy a körülöttünk lévők, akik itt vannak a chatben. Ja, hallatszik a dobogás, hallottátok? Igen. Megint. Ja, Istenem. Már kimondtuk, hogy szeret anya nagyon. Mondjátok. Így, ahogy mondod? Igen, szeret anya nagyon. Szeret anya szeret. Nagyon. Ja, Istenem. Én is szeret anya nagyon. Istenem. Nagyon. Úgyhogy mindegyiket szerettem. Mindet szerettem. Halottakat. Úgyhogy nem tudom, de valami olyan dolog történt, hogy fú. Most is végig mosolygok, mióta bejöttem a live-ba. Igen. Előtte nem voltam valami jókedvű, vagy... Nem is tudom, barátnőmmel beszéltem előtte videócsetbe. Direkt hívtalak, Kinga, direkt igen, hívtalak. Igen, láttam, köszönöm szépen, Lindus. Csak közben elment a WC-re, jó, azt gyorsan elmegyek. Elmegyek pisilni? Én meg ugye utána elmentem fürödni, mondom, hozzad már azt a telefont, hagyj halljam, mert nem hallom. De édes. Hihetetlen. Gyorsan végezzük velem. Jó estét, kedves Zoli, jó estét, Zoli. Halljunk benneteket. Olyan jó hallgatni. Nagyon. 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 Na hát örülök, hogy itt vagytok velünk újra. Bálumba vagyok, de viszont csigeszányat ugyan nem hoztam nektek, de a Kingának és az édesanyjának hoztam egy verset. Jó, Istenem! Ezt a verset már ugyan hallottátok tőlem, de amikor így hallgattam a történeteteket, most újra átélve veletek, ez a vers újra beugrott nekem, úgyhogy megpróbálok nem elsírva magamat, elmondani nektek, hogyha kapok engedélyt. Persze, mink szeretnénk nagyon hallani. De az igazdal fontos, hogy ő ezt engedélyezze, hogy ugye... Ó, Zoli, édesem, hallgatjuk a csilingelő hangodat. Ja, Istenem. Ezt... Ez igazándiból ez a vers, ez pont arról szól, amit ti átéltetek, és na mindegy, hallgassátok sok-sok szeretettel, jó? Nagyon szépen köszönjük előre. Arra gondoltam, elutaznék az égbe, oda, abba a távoli messzeségben,
A mennyország kapuján bekopognék halkan. Hát, ha lenne valaki, ki segítene rajtam. Kinyitná az ajtót egy meseszép angyal. Bőre hófehér, ruhája átszőve aranyjal. Válain szárnyain, glória a fején. Angyal ő valóban, Isten mezején. Megkérdezné tőlem, hát te honnan jöttél? Hisz még élsz, itt mit keresnél? Elmondanám neki, hogy a szívem szavát követtem, mert ide költözött, kit oly nagyon szerettem. Nem bírom már nélküle, csak látni szeretném. Könnyes szemmel magamhoz ölelném. Megcsókolnám arcát, két kezed léptem minden nyomát. Csak hadd láthassam egy percre csodás mosolyát. De az angyal így szólt. Menj gyermek haza, kit keresnél, aki már itt az otthona. Látni fogod őt, csak kunj be szép szemed, és akkor biztos, hogy rögtön észreveszed. Azóta én csukott szemmel járok. Mindennél szebb az, amit így látok, mert már ő is egy meseszép angyal. Bőre hófehér, ruhája átszőve aranyjal. Sok szeretettel nektek! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon szép! Köszönjük, Zoli, nagyon édes voltál! Igen! Nagyon. Igazándiból itt arra akartam nektek célozni, ugye itt, hogy itt mondtátok, hogy még a mai napig is ugye halljátok és érzékelitek őt, de amit az Úr nem mondott, az nem véletlenül mondta. Igen. Tessék őt elengedni, elmenni ki arra a helyre, elvinni a kedvenc dalát, amit mi ugye beszéltünk. Igen. És elengedni a fénybe, ahova ő való. Mert nem közöttek való már ő, hanem ő neki máshol van az otthona. Kérdezni az úrnőtől, hogy nem tudom erre mit mond. Most már tudja, hogy meghalt. Aha. Ugye megtörtént a lélek kommunikáció. Igen. Mert ugye, hát ugye kimondtam a nevét, bemutatkozott. Igen. Tudjátok, ahogy visszahallgattátok a live-ot is, ott a munkássága, ott a hozzá kapcsolódó nevek voltak. És jól emlékszem, ugye a privát közvetítésnél ott a Kingánál sokszor esett szó az úriemberről, hogy sok kapcsolódás volt vele kapcsolatban. Igen. Tehát figyelmeztetett a fiúra folyamatosan. Uh-huh. Hogy ne siklódjon, tehát ki ne siklódj az élete, tehát hogy ne siklódjon ki, nem tudom ezt a szót használni. Igen. Igen, tehát hogy vele kapcsolatban figyelmeztetett folyamatosan. Most már tudja, azt hiszem a Nutellánál, amikor a Nutella sztori volt, igen. Akkor így felemelte a fejét, szóval ő most már tudja, hogy mi újság van. Hát, a közvetítés is által tudta meg, hogy... Hát valószínű. Igen, hát bemutatkozott, igen. Mert ugye a neveket azt nem mondtátok, azt én mondtam ki. Igen. Mind a kettőnek. Mintával éppen beszéltük, hogy egyetlen egyszer se, szerintem szándékos és tudatosan történt az egész, hogy a Kinga részéről és az enyémről is, hogy nem említettük meg az úrnőnek a nevét. Most nem azért, hogy próbára tegyük a tudását, távol áll tőlünk, csak tudatosan nem. És akkor, mikor legelőször elhangzott Kinga felé, hogy Kinga ki az a Sándor, hát szóval akkor végünk. Igen. Akkor teljesen végünk. Nagyon jó, hogy nem mondtad ki a nevét, mert ugye pont Kingánál, ugye a privát közvetítésnél elhangzott, ugye mondtam Kingánál, hogy ott el kell csendesednem, mert sokkolódott. Uh-huh. És ugye a lélekkommunikációnál soha nem engedem az ügyfélnek, hogy kimondjon bármilyen nevet, tehát amikor felveszük a kapcsolatot is, nekem kell kimondani az elhunytaknak a nevét, akiről akar az ügyfél tudni. És így a hiteles, tehát ez a hitelességem, mert
mert így teljesen alátámasztva van a sztori, és így elhiszitek, ez a lényeg. Teljes mértékben, szóval. A privát közvetítés alatt is elhittünk mindent, tehát... Hát igen, csak na, milyenek az emberek, tudjátok. Igen. Itt is mondom, hogy igen. Nem azért mondtuk ki, hogy próbára tegyünk, vagy a tudásodba kételkedjünk, hogy valami, csak valami visszatartott, én úgy hattam is a Kingát is, meg a engemet is, hogy nem mondtuk ki a nevét. Igen. Hogy igen. Nem mondtuk ki. És akkor, mikor megjelent ez a szó, hogy Sándor, meg utána a Krisztián, igen. Szóval ez... Igen. Nem tudom, én azt hittem, mikor ugye ő is megjelent, vagy a képbe került, hogy szeretne nekem üzenni valamit, vagy hogy ő nem is volt annyira a képbe, mint mondjuk Sándor. Tehát hogy Krisztián nem, hogy mondjam, tehát nem volt üzenete számomra, vagy nem is szeretett volna. Kinga, sokkolódtál aznap 4 órakor közvetítettem neked. Este csak azért kaptatok információt, mert anyukád ott volt. Anyukádnak erősebb volt a Sándor. A Krisztiánról nem beszélhettem többet, mert te még akkor is sokkolódtál, érted? Na, értem. Igen. Idővel és... mindent már tud, persze. Köszönöm és... szépen, hogy visszajöhettem. Lehajtott. És a privát közvetítés alatt jelentkezett nálad valaki egyébként? Ezt elfelejtettük megkérdezni, hogy akkor is észlelted már, csak a sokkolódásom által nem mehettél tovább, ugye? Igen, persze. Igen. Hát ott rengeteg név volt, aki elhunyt. De ugye te mondtad, hogy nem tudod hova kötni, és emlékszel, ott mondtam neked, ott forszíroztam, mondom, anyukáddal nem tudnál beszélni róla, tudod? Akkor nem tudtam, hogy anyukád hisz-e benne, vagy nem. És annyira régi volt. Fekete-fehérbe láttam a régi sátoros esküvőt, kacsa zsír, disznó zsír, hozták ott a kaját, már még éhes lettem a káposztától. Hát így mondom, van. Ez annyira régi, hát mondom, még én meg se születtem. Hát mondom, ha tudsz anyukáddal, erre nagyon-nagyon durva lélek jelenlét volt, és azért sokkolódtál te. Mert, azért. Mert az sok volt, igen. Igen. Hát igen. És hozzáteszem, hogy nem lélekkommunikációt kértél. Nem. Hanem magadról. És látjátok, milyen érdekes, hogy a Kingának nem a gyermekkorától hoztam fel a sztoriát, hanem a mostani időszaka kellett, a jelen. És a jelen az édesanyja volt. Tehát mindenkinél más. A következő alkalomkor lehet elkezdjük, meglátom a Kingát bébi gyerekként, szóval már mindenkinél más, igen. Igen. Igen, még a Szentföldre is eljutunk, vagy eljuttok, akkor úgy lehet. Lehetséges. Hát igen, mert azon a részen született, hát mondjuk ő nem Jeruzsálembe. Lehet, hogy meglátod szép, a szép Tel Avivot, a szülővárosomat, igen. A tengert, jaj, nagyon igen. Szép. Hát... Igen, vannak olyan közvetítések, majd amikor már nem fog sokkolódni Kinga, akár élőben is, hogy átveszem maximálisan a stílusát, olyan szavakat, olyan mondatokat, amiket ők használtak. Hát a Lindusék több live-ba vettek részt, a csajok el tudják mondani. Olyan mondatokat és olyan körmondatokat mondtam, hogy így azt se tudtam, mi a jelentése. Szóval így. És akkor nyilván a hölgy alátámasztott, hogy igen, hát a papus, a bácsi így beszélt. Igen. Sándornál is volt. Sándornál is volt. Ja. Igen. Mikor mondtad azt, hogy hun van. Hun van. Nem az, hogy hol van, nem hanem van. Hogy hun van. Igen. És ezt én mondtam is utána, azt hiszem, következő nap, mikor ugye visszahallgattuk a live-ot, mondom, anya, ezt most te hallottad? Mert volt egy ilyen kis... tájszólása, vagy nem tudom. Hát igen, jellegzetes. Igen. És mindig ő mondta ezt, hogy hun van. Nem az, hogy hol van, hanem hun van. Igen. És ez annyira megmaradt. És ugyanúgy mondta az úr. Ugyanúgy. Ugyanúgy. Igen. Hát mondjuk, igen. Igen. Hát az durva. Na de amikor ilyen kacifántos, tudod, vagy egy verset mondok el, amit ő írt a gyerekeknek.
Úristen, na hát az... Hát ahány ember annyi fajta, tényleg. De az, hogy olyan szintű kapcsolódás tud lenni, igen, hogy ugyanúgy, mint ahogy ő használta. Hát, ha te nem sokkolódtál volna úgy, mint anyukád, ahogy voltatok együtt, még erősebb a kapocs. Igen, csak én nem is tudom, hogy egyébként hol érzékelted azt a legelejétől fogva, vagy ott a gyermekfélelmi látásnál érezted azt az erős sokkolódást felém? Hát a gyermekfélelmi látásnál háromszor hallottam, hogy csöndesedjek el. Ugye ott nem szólaltál meg, írjad, tudod. Igen. Igen. És akkor most megint dobog. Igen. Igen. Nem semmi. Nagyon, nagyon. Igen. Szóval, de csak úgy nem izzad az ember kezzel, meg nem pánikol csak úgy be. Szóval érdekes volt. Igen. De milyen erőteljesen most? Igen, mély erő. Hát olyan, igen. Igen. Hát azért, mert ismét beszélünk. Ez olyan, hogy ha a tornateremben 13-an vannak, és én beérkezek 14-ként, akkor tuti már kapcsolódnának. Igen, ez van most is. Jó. Szeret? Biztos vagyok benne. Hát igen, mert róla van szó. Örülnek. Jaj, Istenem. Igen. Sta. Nem semmi. Nem semmi. Tudom, hogy hát, ha most is lesz, hogy itt vagy. Kinga. Igen, igen. Amúgy így live-on kívül. De most ez hülyeség is megkérdezni, bocsánat. Nem. Hát nem hallotok ilyet live-on kívül. Semmit. Semmit. Hát amit az úrnő mondott nekünk itt, hogy mit mond neki, ugye, ahogy közvetített, hogy hányszor jelzett nekünk, és mi nem reagáltunk, nem vettük észre. De nem tudjuk, hogy milyen formában jelzett. Hát, tehát, hogy... Nem, nem. Hát... Vannak bizonyos hangok, meg... Nagyon durva. Igen. Ez nagyon durva. Azt éreztük mind a ketten, ezt Kinga is mondta, nem is egyszer, nem is kétszer, vagy egyedül, vagy itt ülünk bent, vagy egyedül, de többször, mikor egyedül vagyok itt bent a konyhába, főzök, vagy mosogatok, vagy valami, és akkor kinézek innen, mondom, mintha valaki figyelne. Igen. De nem hallottam semmi zörejt, semmit, csak úgy olyan érzésem van, mintha valaki figyelne. Tehát... Szemetes kukához visz. Melyikőtöknek van a szemetes kukába konzerv kidobva? Jaj, ne. Konzerv. Itt van összekötve a lábamnál, hogy kivívésre készül, abban van konzerves doboz. Igen. Amit megettem tegnap. Az olajos hal, amit igen, én hoztam anyunak. Na, akkor dobjad kifele, azt mondja.